Na, jó reggelt kívánok! Mondhatnám, no, jó reggelt kívánok! A tegnapi stream sajnos zátonyra futott. Most se jobb a helyzet. Sávszélesség tekintetében. De talán a feltöltésem... Feltöltésem jó lesz. A letöltést most leszarom. Ha adják azt, amit ígérnek, akkor ezt el kell futtatni a 1080p-be. És normálisan lagnék. A Panzerkorcot, ha nem tudom streamelni, akkor, már, akkor abba is hagyhatnám az egészet. De hát nem adom fel. No. Teljesen szeretném újra kezdeni a modot, mert rájöttem, hogy a Rommel féle nehézség ebben a módban az egy az szerintem ilyen full kezdőknek való beállítás. Abszolút, abszolút kezdőknek való beállítás, mert nagyon könnyű, tehát nem gondolom, hogy ilyen könnyűnek szánták ezt a modot. Gondolom azért is van az, hogy a hogy van ez az ultimate nehézség, azért itt már oda pörköl rendesen az AI-nak. Igaz, hogy a körök számát is elég jól megdobja pluszba a mód. Rahat kíváncsi vagyok, hogy megáll le a stream, vagy nem áll meg, vagy van, mi lesz ebből, tehát... Az a baj, hogy akik vannak még itt szolgáltatók, azok még rosszabbak ennél is. Tehát ez a szolgáltató legalább mondjuk a hónap, hogyha egy hónapra vetítjük le, akkor egy 30 napból stabilan hoznak egy olyan 21-2 napot. Csak ugye nekem a streamelési szándékom általában nem esik egybe ezekkel a 20-22 nappal, amikor tehát idézőjelben full stabilnak mondható a szolgáltató teljesítménye, és azt adja, hát ugye mert a minimumot kell tartaniuk, de hát általában azért mondom, hogy az megvan, de a maradék 8-10 napból általában ugye az a fix, a minimum szolgáltatás, és a maradék 20 nap, amiben nyújtják azt, ami a maximális. Tehát ez a legszomorúbb az egészben, és általában mindig belefutok abba, hogy amikor nem nyújtják azt a szintet, ami a maximális. Jó, tehát lényeg a lényeg, ultimate nehézségén kezdem újra. Én tegnap már belenéztem 3 körig ebbe az ultimate nehézségbe. Szerintem ez az a nehézség, ahol ezt a modot futtatni kell. Továbbra se csináltam meg a telepítő videóját, mert várom, hogy esetleg a mod enablert sikerül megoldani, de valószínűleg nem, tehát nem fogják erőltetni, mert ez a manuális telepítés ez bőven jó. Ennek a manuális telepítésnek tulajdonképpen az a lényege, ami szerint fogod a már meglévő Panzerkorps mappárat a Steamből, és úgynevezett klónt hozol létre egy tetszőleges meghajtón, tehát az egész Panzerkorps mappát másolod át egy tetszőleges helyre, és arra másolod rá a módnak a fájljait, ugye mindent felülírva, és az opcionális szabmódokat ugye rámásolva, rámásolgatva, meg tehát amelyik opcionális módot akarod használni, ugye azt másolod rá az éppen arra a játékra, és ugyanúgy érzékeli a Steam, hogy fut a játék, saját parancsikon tudsz létrehozni a módra, ugye ezzel a klónra. Ez a klón, ez nagy divat volt a Medieval 2-ben is, ez a klónozása a játéknak. Régen. Ugye most már ugye én már nagyon régen szerettem volna bebizonyítani, most már be is bizonyítottam igazából, hogy a például a Medieval 2 ugye Steamen is simán moddolható, akár 8-10 mod is fenn lehet, csak ugye néha a modok közötti átfedés miatt van az, hogy amikor minden modnál más térkép fájlokat tölt be az alapjáték, akkor kicsit megröccennek a megröccen maga a betöltés, de ez igazából teljesen elhanyagolható tényezővé varázsolható,
ha az ember odafigyel, de ugye már meglévő mentéseknél azért ott cifra dolgok tudnak történni. Na most kezdjük el akkor magát a játékot. Az egyik legfontosabb küldetésünk ugye a Lufthansa gépeinek kimenekítése a háborús területről. Én tegnap gyönyörű szépen belefutottam abba, hogy megpróbáltam itt Poznán légterében átmozgatni a Lufthansa két civil gépét, és a lengyel légerő le is csapott rájuk, illetve a lengyel légvédelmi tüzérség is elég szépen meggyalázta ezeket a civil repülő egységeket, akik, hát hogyha elvesztünk, ugye akkor 100 presztist vesztünk, ami így a mód, vagyis a hadjárat elején azért érzékeny veszteségnek számít, ez a 100 presztis. Kíváncsi leszek, hogy egy olyan, hát nem tudom meddig, talán 3-4 óra alatt kíváncsi vagyok, hogy ezt a 54 kört, tegnap 56 körre állítottam. Szerintem azért raknak be 54 kört, mert sokkal lassabban kellene játszani, mint ahogy én játszom. Ugye ez részben azért is van, mert ugye én szeretem azt, amikor médiumon futnak a játékok. Nem azért, mert nem szeretem, hogyha nehéz a játék, hanem úgy lehet felmérni, általában a legtöbb játéknál a médium nehézsége lehet felmérni, hogy milyen az AI minősége igazából. Tehát mert az összes többi AI nehéz, tehát az AI-t nagyon kevés, szia József, az AI-t nagyon ritkán állítják a nehézségi fokok, és ezt nagyon kevesen tudják, vagy akarják megérteni. Ezért van az, hogy a Panzer Corps 2 már konkrétan kiírja, hogy tehát a nehézségi szintek azok milyen módosítókat adnak. Mert nagyon ritka szerintem az olyan játék, ami az AI-t is megváltoztatja. És a Panzer Corpsban ez úgy működik, hogy ugye még az AI-nak a szoftveren belüli tulajdonságot is meg lehet változtatni, mert vissza lehet állítani korábbi AI-kra, volt az 1.14, meg az 1.20, meg nem is tudom hogyan, és ezen belül lehet állítani ugye még a kockadobást is, hogy mennyire akarod randomizálni, tehát hogy úgymond a szerencse faktor mennyire szóljon bele a harcokba. Na most, hát én itt most láttátok a stream elején, hogy eléggé megpróbáltam a legnyögvenyelősebb nehézséget beállítani. Egy kicsit azért húztam magamat föl, mert a 75%-os presztízs meg tapasztalat szint azért a Wehrmachtra nézve is sértő szerintem. Bár ugye pont most olvasgattam, hogy egy katonai szakértők szerint ugye a Wehrmacht se volt, hogyha egy modern, abban a korban a legmodernebb harcászati doktrinák elveket nézzük, akkor a Wehrmacht se volt kész tökéletesen egy háborúra, de ugye még mindig magasabb szinten volt ez a készültség, mint a többi nemzet, tehát a többi nemzeté. Jó, tehát akkor a Lufthansa gépeivel kezdjük. Itt délen igazából nincs probléma, mert a Lufthansa gépe teljes mértékben itt védve van, és mozgathatjuk Bécs felé. Ezzel a géppel van probléma itt, de most azt fogom csinálni, hogy egészen addig nem mozgatom délfelé a Lufthansa gépeit északról, mert ugye az a feladat, hogy Bécs környékéig juttassuk el őket, de érdekes módon, amikor elérnek Bécsbe, akkor nem kapsz semmit. Vagy csak nem jöttem rá, hogy konkrétan mit kell csinálni, de én mindig elmozgatom őket Bécsig. De hogyha itt megnézzük, akkor értelmezzük a... Itt van. Aircraft. Látjátok, Bécs repterére kell. És ugye három gép koordinátáit adja meg, és ugye itt írja, hogy tehát vigyázni kell rájuk, tehát mozgassuk őket biztonságban, mert 100 presztízs az elvesztésük. Jó, de ugye ezt már egyszer megnéztük, csak először próbáljuk meg ezt a hajó ütközetet, vagy hajó csatát itt abszolválni, amit szerintem valahogy úgy kellene, hogy az első körben még nem szabadna ráfutnom itt a komoly harcokra, mert itt a vadászfedezet fog kelleni, mert ugye ilyenkor probléma az, hogy már ismerem valamennyire ezt a hadjáratot,
De ez, ugye ez a páncérkorcokban az újrajátszási faktor az elég jól testre szabható, úgymond randomizációs, tehát az a véletlenszerűségre épülő dolgok miatt ez elég jól működik, de hogyha ugye már ismered a scriptjét egy hadjáratnak, akkor nagy gondban nem leszel, de mégse számíthatsz tökéletesen arra, hogy minden hadjáratban ugyanaz fog történni. Ugye vadászgépet meg ide most nem is mozgathatok, mert ott áll az a szájba rakott légvédelem, úgyhogy eleve itt most lassabban kell sokkal csinálnom a dolgokat. És ezt a rombolómat, ezt az aknaszedő rombolót, ugye, aki az egyetlen aknaszedő a hadjáratban, őt kell minden áron megvédelmezni. Főleg az ellenséges légierőtől, úgyhogy azt fogom tenni, hogy a hidroplánt kapásból fölé mozgatom, az se érdekel, hogy lelövi a légvédelem, az első körben óvjuk meg. A rombolókkal fölállok egy ilyen vonal alakzatba. Hát itt a légvédelmet lövöm, hát ha egy kicsit kisebb hatásokkal fog dolgozni. Ezt az SS egységet, ezt kapásba elmozgatjuk ide. Habár ez már most undózandó lenne ez a parancs, mert át fogja állítani a légvédelmet páncélt elhárító üzemmódba, vagy hát, ja, és kapásból lőni fogja, ezt tuti, ezt lemerem fogadni, tehát én komolyan mondom, nem láttam ilyen ait még. Én sokkal itt láttam életemben, meg sok játékkal játszottam, de most a Panzer Corps 2 az új patcheknek köszönhetően még könyörtelenebb lett, és a Panzer Corps is ugyanez. Tehát ez a Balkán hadjárat, amit tegnap akartam streamelni, hát ebbe még Rommel, ezen a közepes nehézségen is, ez a Rommel nehézség, még ezen is olyan szinten rá akaszkodik arra, tehát odaüt, ahol tényleg fáj. Istenesen. Hú, ezt elnyomtam. Ezért nem jó streamelni egyébként az ilyen játékokat, mert ha sokat pofázol, akkor elvonja a figyelmedet, és nem az fog történni, amit szeretnél elsősorban. Most még azt is megpróbálom majd, hogy megpróbálom a hadtesteket egybe tartani. Na most ez kurva nehéz feladat, megmondom őszintén, mert minden egységet külön meg kell nézni, hogy hova, mihez tartozik. Tehát ezek itt, ezek hadsereg közvetlen, vagy hadtest közvetlen alakulatok, nem tudom, hogy itt melyikre akarja ezt kihegyezni. És ugye ott mindig abba szögletes, nem tudom, ez milyen zárójel, ezt hogy hívják pontosan, ezt mindig elfelejtem. Tehát ott lehet látni, hogy melyik hadtesthez tartozik az adott egység. Nem tudom azt, hogy van-e olyan módosító, nem hiszem, mert arra felhívnák a figyelmet, mint például az Ultimate General Civil War-ban van egy olyan feature, hogyha együtt tartod a hadosztályt, hát igen, hadosztályt, akkor a parancsnok közelébb meg egymás mellett mozgatod őket, akkor módosítót kapnak. Ott se érhető tetten szerintem ilyen számszerű formában. Na, azért tök jó, hogy mindig a stream közben jönnek ilyen olyan kommentek, ami egy másik játékra vonatkozik. Tehát itt se tudom pontosan meghatározni, hogy vajon ha együtt tartjuk a hadtesteket, az nekem jó, vagy teljesen mindegy. De most megpróbálom. Tehát játszunk úgy, ahogy a mód, vagy hát igen, ahogy a mód fel van építve. Na ez például a 10. páncélos hadosztály teljesen független alakulatként szerepel, ez az IGN jelölés, ez hirtelen nem is tudom, mit akar jelenteni, utána kéne nézni ezeknek. Viszont ezt is elbasztam, mert ennek az egységnek, mivel nincsen szállító eszköze, szerintem legalább fogatolt szállító eszközöket adjunk nekik. És ugye ez például itt Kluge.
Ő pedig... Bok. Azt sem tudom, hát jó, mondjuk azt tudom, hogy a hadseregparancsnokságok ugye a Rikon miatt azt szimbolizálják, hogy ugye jobb a rádió összeköttetés, tehát összefogja magát a seregtesteket az adott egység. Azt csináljuk, hogy bemozgatjuk ide, majd a következő... Most megpróbálom a parancsnoki egységeket nem közel mozdítani a fronthoz, mert eddig mindig azt szoktam, hogy közel mozgatom őket tényleg nagyon a fronthoz. Ez például a második hadtest. Ugye itt a hadtest parancsnokság. Nézzük meg, először mindig mérjük fel, hogy mi tartozik hozzá. Jó, tehát ezek az egységek, ez a második hadtest. És gondolom én, akkor a negyedik army... Igen, mert ez az Észak hadsereg csoport parancsnoki egysége, ez meg a negyedik hadsereg parancsnoki egysége. Tehát akkor ez a két hadtest, ezekkel a hadsereg közvetlenekkel együtt alkotja a negyedik hadsereget. Nagyszerű. Tegnapi streamben is kitértem rá, csak hát ugye nem töltöttem föl végül, hogyha nem hagytam fönn azokat a fél streameket, a fél 10 perceket engedett a szolgáltató. Sajnos, bocsánat, ezt elolvasom, ezt a kommentet. Megnézem. Új, itt a magyar módra. A magyar móddal kapcsolatban írnak. Hát ez egy érdekes. Azt én többször elmondtam, hogy ott valami nagyon nem jó. Hogyha a magyar módban nem jó a telepítés, akkor a Medieval 2 magyar módjára van szó. Az egyik... És az, hogy mi, általában azt írják, hogy minden a megfelelő helyre lett telepítve. És akkor megint az lesz, hogy majd át kell irányítanom egy olyan felületre, ahol tud képeket küldeni, és rá fogok jönni, hogy nem a megfelelő helyen van, vagy nem oda van, vagy nem úgy van telepítve, vagy... És akkor ezt visszakövetni, ez nagyon nehéz dolog. Na nézzük, ez például, ez a harmadik hadtest teljes egészében. Igen, ez a Most tényleg együtt fogom tartani a hadtesteket, nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e valami konkrét hatása. Hát te ki vagy? 37 mm-es, 14 TP. 14 napja táppénzem van ez a tank. Ez a mód, én... Már egy éve szemeztem ezzel a móddal, soha nem akartam feltelepíteni, mert túl bonyolultnak, meg túl körülményesnek tűnt az egész mód. Hát ezt a módot nagyon érdemes feltelepíteni. Rohadt nehéz vele játszani, viszont megéri a fáradtságot tényleg, mert olyan szinten van kialakítva benne. Nem tudom most miért arra mentem, hát a harmadik hadtest meg pont Poznán felé kéne menni. Na mindegy, majd lejövök itt. De most nem innen fogok támadni, bár... Hát de... Pont, hogy az utászok... Jó, mindegy. Van híd valahol itt? Hadihíd? Hadihídverő... kellene. Mindegy, először támadjuk meg a páncélosokat. Még mielőtt fel tudnának fejlődni. Hát igen, ez a baj, hogy itt még a stukák itt rohadt kicsi hatótávolságú, de megoldjuk. Ugye a Luftwaffe fölényét kihasználva. Az a durva, hogy hatalmas lesz a lengyel légierő beavatkozása. Ugye itt nem úgy van megoldva, mint a Battlefield módban, ott földre szállítják, vagy a mód készítője ugye szimbolikusan földre szállította mondjuk az orosz légierőt a kampány a Barbarossa elején. Itt úgy oldották meg ebben a módban, hogy inkább elveszik az üzemanyagot, és akkor egy-két körig nem tudnak beavatkozni a repülőegységek. Ugye úgy emlékszem, hogy a lengyel légierőt hát, tulajdonképpen már az első két nap a levegőben, illetve a reptereken semmisítették meg. Elég messze vannak a repterek az első két körben ahhoz, hogy ez kellő hatásokkal lehessen megoldani.
Nézzük meg, hogy inkább mi van itt. Ide egy Recon egység kéne, ami van is egy SS egység. Eléggé hatékony is. Foglaljuk el. És itt van páncélos. Hát nincs. Nem értem ide miért nem raktak egyébként a... Hát ja, mondjuk talán a hegyvidék meg a sok folyó miatt. Nem raktak páncélosokat? Ez csak egy prototípus egyébként, tehát ez... Ebből ez az egy van a térképen valószínűleg, ez egy prototípus. Mert az összes többi az általad mondott lesz, meg ez a 7 TP. Ugye ez a... Ez nem is ágyúval van felszerelve, hanem géppuskákkal. Hát rohadtul odafigyeltek azért a modderek is arra, hogy milyen egységek szerepeljenek benne. Viszont akkor a páncéltörő tüzérséget, vagy a páncéltörő ágyukat előre visszük. És itt nem tudom soha, hogy ide kéne egy, vagy egy hadihíd, vagy egy Stun Pionír, tehát egy rohamutász egység. Nekem az életem a rohamutászok, szerintem az E3-esok után legfelkészültebb egységről beszélünk. Azt nézzük meg, hogy ez egy hadtest? Ez a 10. hadtest. Jó, akkor ezt is együtt kéne tartani, viszont ez az SS egység, ez már 13. Tehát ő majd ide fog tartozni. Az SS egységek akkor... Ja, és ugye van két core egység az SS-ből, tehát a... Egy egész hadosztályt kapunk, de úgy tudom, itt még a lab standard itt még csak ezred szintű volt. És azt úgy próbálják ugye, hogy csak egy gyalog ezredet kapunk, meg kapunk hozzá egy felderítő egységet, meg megkapjuk a... Hát úgy, ez közepes tüzérség szerintem, könnyű tüzérség ez. Tehát ez 105 mm-es. Meg kapunk egy légvédelmi egységet az SS-hez. Hát rohadt jól megvan oldva ez a mód. És akkor ez egy elég nagy hadtest, ahogy elnézem. Ezek itt lesznek a 8. hadsereg közvetlen alakulatai. Távori csendőrség, hadikórház, hídvető, egy ponton híd, egy műszaki hidászegység, egy... mi ez? Ballonos felderítő egység, illetve egy nehéz tüzérséget 240 mm-es prototípusokkal felszerelt tüzér ezre talán, vagy tüzér osztály, vagy a franc tudja mi ez. Lényegtelen. Na, tehát most nagyon lassan fogok játszani, tényleg elnézést. Meg lehet, hogy nem is fogok annyit beszélni, de majd megpróbáljuk azért közbe-közbe. Igen, itt ugye az SS-nek az első komolyabb harcokban is beavatkozó parancsnoka, vagy tehát harcokban is résztvevő parancsnoka. Bár az ő érdemei is nagyok, de ugye Hauseré még nagyobbak, aki felkészítette az SS-t a megmérettetésre. Az vász? Az nem, ez volt. Igen, kerékpárral is lehet szállítani a német egységeket, mert léteztek ilyenek is. Sokan lesajnálták egyébként a magyar gyorshadtestben a kerékpársokat, de azért ahol volt kiépített út, ott az a gyorsaság, amit a kerékpár nyújtott a gyaloglásod szembe, az bizony operatív szempontból azért az tényező volt. Akármennyire is tényleg lesajnálják az emberek a kerékpáros zászlóaljak jelentőségét, bizony volt jelentősége, és nem kicsi. Tehát a gyorshadtest lényege pontosan az volt, hogy mindig az adott magasabb egységnek egy olyan része tudott mozogni, nyugodtan mennyi füvet vágni, még szerintem 1-2-3 órán keresztül lesz a szín. Attól függ, hogy a netszolgáltató mit szeretne ma. Mert hogyha azt akarja, amit tegnap, akkor nagyon ideges leszek. Mert sajnos tegnap 3 stream próbálkozást is keresztül húzott. De nyugodtan mennyi, mert még egy darabig biztos leszek. Meg majd este visszajövök. Meg jó fűnyírást. Ez mi? Taktikás bomber.
Jó. Annyi sokat pofázok. Á, itt ennek van. 10. hadtestnek van egy felderítő egység, akkor nézzük meg, hogy itt mi van. Ez például, amiről beszéltünk, ez egy ilyen 7TP GV 47 mm-es ágyúval szerelt tank. Nem tudom mi a company, a századot jelent. Nem vagyok, mert lehet, hogy inkább tank zászló, páncélos zászlóaj akar ez lenni, de legyen század végül is. Nem tudom, hogy a lengyeleknél, nem emlékszem, hogy gondolom a lengyeleknél is a gyalogság mellé osztották be a páncélosaikat, akkor el tudom képzelni, hogy mondjuk egy gyalog hadosztály, vagy egy gyalog ezred kapott támogatásul egy páncélos századot. Vagy esetleg úgy, hogy egy ezred kapott egy páncélos századot, a hadosztály meg egy páncélos zászlóalja támogatásképp. Ezt minden további nélkül el tudom képzelni. Légvédelem. Na most itt vajon a légvédelmet hova az anyjába rakjam? Na mindegy, egyelőre... mindig emlékeztetnem kell majd magam ebben a játékban, hogy lassan haladjak előre. Tehát értem ezt úgy, hogy... sokkal lassabban kell játszanom, mint amit megszoktam. Wilhelm Ulex, German Alten General. Ő erre a tábornokra nem is emlékeztem. Ő irányította a lengyel hadjáratban a 10. hadtestet. Aha, ő tartalékba került. És 41 decemberében el is távolították a Wehrmachttól, de miért? Mondjuk akkor már elég öreg volt, tehát 79 éves korában halt meg. Ugye itt az 59 éves volt. Az, hát végül is egy tábornoknál ez nem olyan idős kor. Na, vigyük a prototype-ot előre. Itt a hidászegység. Aki közvetlen. 8A, tehát ez a 8. hadsereg, ugye? Igen. Jó, tehát ez mindig azt jelenti, hogy melyik hadseregnek a közvetlen alakulata. Ez mondjuk 4A. Tehát ez a 4. hadseregnek a közvetlen alakulata. Jó, tehát magának a hadsereg csoportnak nem lesz közvetlen alakulata, csak hadseregeknek, mert ugye az összefogja a teljeset, tehát igazából végül is a hadsereg csoport parancsnokság rendelkezik a hadsereg közvetlenekről is, ha úgy vesszük, de tehát olyan átfogó direktívákat ad ki, ugye. Na, itt jó lenne egy taktikai bombázó. Adunk neki vadászfedezetet legfeljebb. Ez elég jó légvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik ez a kis rikóm. Stratégiai bombázóval egyelőre szerintem senkit nem kell bombázni. Lassan kell játszani, el ne felejtsem. Ez például egy teljesen közvetlen alakulat. Se a kutyája, se a macskája. Na nézzük. Ugye azt mondtam, hogy megpróbálom egybe tartani a parancsnokságokat. Itt van a saját személyünk igazából a játékból, és láttuk már korábban. Panzerkorps 2-vel próbálkoztam megint a spanyol misszióval, ugye nekem megvan az a tulajdonságom, ha egy hadjáratban az első egyharmad, vagy inkább a hadjárat feléig elvesztek egy nagyon fontos, nagyon felkészült kór egységet, akkor általában újra kezdem az egész kampányt. Mert nem mentek. Tehát ez is egy nagy hibám, hogy ugye egy elvi kérdés miatt általában rengeteg időt veszel, míg újra játszok bizonyos részeket bizonyos játékokból.
És ez nem mindig jó. Mert ugye ezért van az, hogy sok játékban nagyon nehezen jutok el az ilyen végjátékok felé, az endgame-ek környékére. Tehát ez van. Ez egy prototípus, ami azt jelenti... Nagyon lassan fogok tényleg előre haladni, nem fogom elkapkodni. Itt nincsen egy Recon. Valahol kéne lennie. Ó, itt nincs senki. Viszont azt már nem látjuk. Ott tuti van valami, nincs. Na várjatok, azt mondja, hogy 15. hadtest. Ez páncélos hadtest lesz szerintem, igen. Itt a Germánia ezred az SS-ből. Hoppá, egy páncélvonat, ocska. Vagy mi ez? Grozny. Igen, páncélvonat. Na, megadtuk neki. Nem tudom, lassan haladja az aglóba, lassan. Hot, szerintem az egyik leggeniálisabb páncélos tábornok. Aki csak élt szerintem. Ugye a harmadik páncélos csoport, a negyedik páncélos hadsereg. Parancsnoka volt ő. Szerintem az egyik leggeniálisabb páncélos tábornok. Nem rajta múlott, hogy Stalingrádot nem tudták felmenteni. Az már biztos. Ez hányadik hadtest? Nyolcadik. Nyolc. És akkor ők már itt, ők meg a közvetlenek. Első. Ugye nem, a 14. hadsereg. Na, ez a 14. hadsereg, de ugye igazából lényegtelen, ha belegondoltok, mert honnan tudod, hogy a 14. hadsereg kötelékében mely hadtestek tartoznak jelenleg? Mert nem tudod. Csak következtethetsz. De ez a 8. hadtest, ez valami óriás, nem, egy már 7. hadtest. Ez két hadtest egybe. Ez csak két gyaloghadosztályból áll ez a hadtest. Ez a 8-as hadtest. 8. Ezek itt, meg a 14. hadtest. 14. Érdekes, hogy a 14-eseknek... Igen, itt már ugye vannak gépkocsizó lövészei, akik itt még ugye nem páncélgránátosok. De hát ez van. Na. Majd az ellenséges légierő lesz kérdés. Stratégiai bombázóval itt szart sem érünk bizonyos földi egységek ellen, bár azt gondoltam, hogy a vonat ellen azért valamit érni fogunk, de ezek szerint nem. Most teljesen rámegyünk arra, hogy az ellenséges légierő útját feltartóztassuk, úgyhogy ilyen legyegzőszerűen fogjuk nyitni a Luftwaffe-t. Ezt most gyönyörű szépen megfogalmaztam, de szerintem érthető volt. A vasúti szállítást se olyan gyakran használom, mint amennyire indokolt lenne. Ez is egy elég nagy probléma egyébként. Itt most nem tehetek róla, ezt a felderített egységet hiába hadtest szintű, muszáj előre mozgatni, mert már nem lesz belőle semmi. Ezen a vonalon fogok megpróbálni mozogni. És Lot déli határáig eljutni, vagy déli vonzás körzetébe. Ugye itt, ami eléggé nagy érvágás, az az, hogy ezt a két stukát, ezt nagyon nehéz a front közelében tartani, mert nincsen reptér. És az első reptér ugye Krakó
reptere lenne, vagy lesz, amit viszont nem lehet az első öt körnél előbb bevenni szerintem. De megpróbáljuk ezt is. Itt ugye... itt nem aknamező van, hanem egy páncélvonat zárja el a hegyi hágót, a hegyi ösvényt. Akit viszont szerintem megint nem lehet kiszedni, csak csatarepülőkkel. Viszont pont ilyenkor vannak messze a stukáim. Viszont akkor a stukákat most azt fogom tenni, hogy ebben a próbálkozásomban a stukákat leküldöm délre. És megpróbálom azt, hogy nem lesz repterük, tehát innen fognak majd tudni beavatkozni. És az a baj, hogy mire el tudnak jutni odáig, hogy ledobják a bombaterhüket, meg hogy érdemben hosszabban támogassák mondjuk egy kialakuló találkozó harcot, addigra el fog fogyni az üzemanyaguk, mert csak 35 üzemanyaguk van. Ez a szívó helyzet. Szopó roller, így szokott kezdődni. De minden esetre megpróbáljuk őket az elején megvédeni. Legalább itt azt elérni, hogy be tudjanak avatkozni már most gyorsan a harcokba. Jó, megoldjuk, megoldjuk. Ez hányadik hadtest? Ez egy független egység? Ez kór egység, azért nincsen beolvasztva. A 45. gyaloghadosztály. A 7. gyaloghadosztály pedig már a 17. hadtesthez tartozik. Ugyanúgy, ahogy az utászok is. Ja, ez a 17. hadtest. Egy teljesen közvetlen alakulattal. Igazából akkor ezek számítanak hadsereg csoport közvetlennek, akiket tényleg... De ezek itt a játékban nem úgy csapódnak le, hogy most ez valami kihatással lenne bármire is, azért mert ugye Rundstedt a déli hadsereg csoport parancsnoka, tehát hogy nincsen módosítója. Igazából ezek ilyen hangulat elemek meg a történelmi hitelességet nem javítják, hanem növelik. Rundstedtet hagyjuk meg egyszer a helyén, viszont ez mi? Ja, ez egy prototípus lesz. Schwere, az nem tudom mit jelent, de ez a 8. páncélvadász zászlóaj. Mi az a Schwer? Valaki tud németül? Mert én nem tudok olyan jól. Nem is biztos, hogy úgy kell mondani, hogy Schwer. Jó, várjatok, viszont ide be tudom majd küldeni, hogyha kimozdítom a 8. hadtestet. Erről már beszélgettünk. Ő hozzájuk tartozik az SS Germánia ezrede is. Akinek nincsen saját tüzérsége, hanem a hadtest biztosítja számára majd a tűztámogatást, ha eljön az ideje. Jó. Jó, akkor nyomjuk a 7. hadtestet is előre. Továbbra se felejtsem el, hogy lassan kell mozogni. Ezeket a légbalonos egységeket... Ilyen nehezet? Jó, köszönöm. Bush. Ernst Busch. Önmarsál. Tábornagy. Major. 44 júniusában, gondolom, hogy a Hitler Collapse, Commandoing, ja, Bagration Northwest. Hadifogságban halt meg Angliában. Szerencsétlen. 60 évesen. Az már azért szép kor, az akkori időkben. A legszebb kor, de szép. Gondolom a hadifogság törte meg, de... Ez itt sajnos ez egy ilyen dolog. No. Fast troop, Skalinjajcsik, mit tudom én. Egy Tátra T-93-assal felszerelt szlovák
lövész gyalogságról beszél. Na, vigyük előre a hegyvadászainkat. Ezek rohadt jó kórettségek egyébként. Ez pedig a 22. hadtest Kleist parancsnokság alatt, úgyhogy már vigyük is. Ez az egység, ez zseniális. Szekére felszerelt légvédelmi állásba szerelt géppuska, géppuskák, üteg, vagy osztály, nem tudom pontosan. Na nézzük, itt mi van. Aknamező, jó. Itt van Kleist. Igen. Érdekes, hogy nem akkor mutatja, amikor a 22-esekre nyomok, hanem egy kicsit később. Tehát őt letartóztatták másnap, mikor a... ugye Stauffenberg végrehajtotta a kísérletet, a merényletet Hitler ellen. És gondoljatok bele, hogy 45 áprilisában végezték csak ki. Szerencsétlent. Tehát ez a németeknek volt a legnagyobb fassága szerintem, hogy az utolsó pillanatig, amíg tudták, hogy fogva tartották ezeket az embereket. Soha nem értettem az ilyen hatalmaknál, hogy ilyen diktatúrikus államoknál, hogy miért tartották ilyen sokáig fogságban. Ugye sokan, én múltkor azon gondolkodtam pont, hogy vajon igaz lehetett, hogy Cézár is fogva tartotta olyan sokáig Vercinget, a Rixot. Ez itt a negyedik hadtest. Aki még tudna mozogni, de nem tudom, van-e értelme. Ide kéne egy híd. Nagyon át kell gondolni, és még az északi részsel nem is mozogtam. Tehát ez például melyik hadsereg akkor? Harmadik a hadsereg. Ja, hogy ők az északhoz tartoznak, tehát egybe vannak ezzel a hadsereg parancsnoksággal. Jó. Brand. Ez egy Kampfgruppe. A Gruppe Brand. Ez egy halcsoport, ez nem hadtest. Nincs saját tüzérsége. Bár ugye én úgy szoktam mondani, hogy általában ugye itt a saját tüzérséget igazából egy hadosztály azért hadosztály, mert legalább két fegyvernemet magába foglal. Tehát legalább a tüzérséget és a gyalogságot magába foglalja egy hadosztály, attól lesz hadosztály szerintem. De viszont ebben a módban vannak külön ilyen aknavetős alakulatok is. Nem tudom, hogy itt már megjelenik-e. De például a francia hadjáratban ott kapunk aknavetősöket. És úgy emlékszem, hogy itt a lengyeleknél is külön megjelenik, mint könnyű tüzérségi egység. Ugye elvileg a hadosztály tényleg azért hadosztály, mert ugye magával viszi a saját tűztámogatását. Igazából azért hívják magasabb egységnek. Jó, ez most csak szőrszálhasogatás részemről, de hát akkor is fontos lehet. Itt nagyon lassan kell éjszakon előre nyomulni, mert itt aztán masszív ellenállásra lehet számítani. Két gyalogságot kapunk, ugyanarról a hadosztályról van szó. Az első lovas hadosztály, az első ez a felderítő része, ez pedig maga a lovas, tehát maga a harci, tehát ez egy felderítő osztály, ez egy Recon egység, és őket is, és őket nem lehet switchelni, de a rendes részét a lovas hadosztálynak, az ezredet, vagy nem is tudom, dandárt, azt lehet. És akkor ugye leszállnak a lóra, és úgy harcolnak, de ugye a mozgáshoz felszállnak.
így nagyon sebezhetőek értelemszerűen. Na most itt ugye megint előjön a kérdés, hogy van-e értelme beküldeni őket kapásból a frontra, hát először fölzárkózunk a határa szerintem. Ez például a Woodrig Gruppe. Nem. Ez a Woodrig Corps. Itt nem számozott hadtestről beszélünk, hanem ez egy elnevezett hadtest. Woodrig hadtest. Ez is. Most tényleg együtt próbálom mozgatni a hadtesteket. Lesz, ami lesz. Ide jó lenne egy felderítő, á, van is. A felderítők rohadt érdekesen vannak megcsálva, mert csak akkor töltik fel őket üzemanyaggal, sajnos. Amikor közvetlenül a reptér fölé helyezzük őket a térképen. Ezzel nem feltétlenül tudok egyetérteni ezzel a játékmechanikai elemmel, de mit tudok csinálni? Semmit. Jó. Ide is jó lenne. Hát itt van is egy felderítő. Persze! Persze, pityú. Jó, ez mondjuk így jó. Egyetlen bugot találtam eddig a játék, vagy hát a modban. Ez a bug pedig nem más, majd pont ebben a hadjáratban találkoztam vele. Azóta se találkoztam buggal. Tehát az a bugnak a lényege, hogy majd a telepített aknamezőket, amikor felszeretném számolni utászokkal, akkor hajlamos kifagyni a játék, hogy ne lepődjetek meg, hogyha OBS-t vagy Windows kezdőlapot, asztalt fogtok látni, ez előfordulhat sajnos. Mondom, ez az egy bug van, amit én ismerek. Már jeleztem a fórumon, tudnak róla, úgyhogy valószínűleg megpróbálják majd abszolválni. Tehát megoldani kérdést, megpreparálni. Ezeknek a tábori konyháknak a szerepe igazából a foglalás. Az, hogy... mert vannak egységek, ezek a support egységek, amik támogatást nyújtanak. De még nem vettem észre, hogy például egy sanitét az milyen konkrét segítséget nyújt a mellette álló egységnek. Meg a fórumon se olvastam róla, mert nem láttam, hogy például vissza, tehát hogy úgymond feltölteni a mellette álló egységet, de majd ki fogom ezt is próbálni. Mondjuk nem biztos, hogy ebben a hadjáratban, de talán. Jó, szerintem nagyjából mozogtunk mindenkivel, itt ezt viszont majdnem itt hagytuk. Ja, viszont itt el is basztam, mert ugye mondtam, hogy kimozdítom a városból azt az egységet. Parancsnokságot, de nem tettem. Na mindegy. Szerintem nehéz páncélvadászokra most jelenleg még így a hadjárat első harmadik, vagy első harmadában úgyse lesz szükség. Bár pont itt áll egy eléggé komoly páncélos erő. De hát ezt le fog, majd a stukák leküzdik. Azért Blitzkrieg. Tenger alatt járókat egyelőre hagyjuk. Ezt a hajót szerintem ezt temetjük. És megmondom őszintén, hogy ez már most nagyon rossz helyen van ez a romboló. Úgyhogy inkább előre mozgatom a két tenger alatt járót, hogy ne férjenek hozzá. Ez a tenger alatt járó az egy saját egység, core egység, 7-es A osztályú U-bót, az U-31. Tartozik hozzá parancsnok? Nem. Majd talán kapunk hozzá hőst. Ha életbe tudjuk tartani, mondjuk Angliáig. Jó. Megkockáztatom, idáig előre hozom. Nem mint hogyha sokat használt volna. Mert csak akkor fejti ki az igazi Recon hatását, hogyha switcheljük. De ugye, hogyha már mozgásban van egy Recon, főleg egy ilyen telepíthető, akkor annak a legnagyobb mozgásszabadságát ki kell használni. Mondjuk ezt pont nem kellett volna, mert ott egy
ott egy ellenséges Rikon. Egy páncélautós egység, ami rommá lőtte volna ezt a motorkerékpáros egységemet. Ugye erdőben nem szabad bemozgatni se páncélkocsit, se tankot. Se tüzetséget szabad, addig amíg tudjuk védeni. De onnantól kezdve, hogy nem tudjuk védeni, igazából nem szabad bele foglalkozni. Ezt így csináljuk egyelőre. És úgy látom, hogy itt van légierő maradt. Hát nem igazán merem bevetni őket addig, amíg nem látom azt, hogy... hogy itt milyen erőkkel állok szemben. Pörgessük az első kört. Na, itt van az. Itt van, látjátok? Access connecting... the depot will add access to your ground units. Na most itt az a kérdés. Én azt értem, hogy vannak ezek a depók. De, hogy ezeket, hogyha ráteszed az egységet, akkor közvetlenül mellé kell állni. Akkor mi értelme van? Tehát, hogyha... erre még nem sikerült rájönnöm. Azt kell megnéznem majd, hogyha a depó mellé állok, akkor is kifejti a hatását, vagy csak akkor, hogyha rajta van a maga az egység. Ezek a transportok rajta vannak-e? Na lássuk! Megpróbálok nem kapkodni, de tényleg, mert itt ez már azért komolyabb nehézség, mint amit korábban játszottam. Gondoltam, hogy rommá fogja lőni bizonyos egységeimet, de... ami nagyon fontos, ugye, hogyha valaki már elkezdett játszani a Panzerkorpsszal, mint én is, akkor ne számítson arra, hogy majd egymáson keresztül visszavonulnak az egységek, mint itt, hanem egyet lépnie kell, mert különben megadják magukat. És az nagyon szomorú dolog, amikor egy, mondjuk ez a páncélos, ha most nem tudott volna lépni egyet oldalra, akkor bizony 11-es erősségen, ami ebben a módban ugye a 50%-os feltöltöttséget jelenti, bizony meg is semmisült volna számunkra egy kor egység. És a tenger alattjáromat, a kor tenger alattjáromat majdnem el is vesztettem. Azért, hogy védjek egy rombolót. Itt van, igen, jött, amiről beszéltem. Nagyon, nagyon brutál az AI. Én a mai napig tudom, hogy az AI az mindig butább, mint akármilyen emberi játékos ellen játszani. Csak a nagyon hülye emberi játékos nem butább egy ilyen AI-nál. De azért ez az AI, ez elhiteti veled, hogy basszus, ebben kurva nagy kihívás van. Na várjátok, ide kell egy vadászgép. Azt le kell szedni minél előbb. Nem hoztam ide vadászt? Ó, nem, baszki. Ó, én. Na mindegy, jó. Semmi gond. Ugye itt azt kellett volna tenni, hogy a stratégiai bombázókat felküldeni éjszaka egy vadász kíséretében. És akkor kicsit könnyebb dolgom lenne, mint így, de megpróbáljuk így is megoldani. Ó, akna zára futott. Jó, nem baj. Na ezt... elnézést, hogy közben behallatszana valami a streambe, de... soha nem értettem, hogy miért kell felhangon üldözni a macskákat.
Ennyit a hadtest összetartásról. Már kezd széthullani az egész hadtest, de azért tényleg megpróbálom egybe tartani. Például ez nekem nagyon tetszik, hogy a rohamutászoknak, vagy az utász egységeknek egybe van az egész, tehát háromféle állásba lehet switchelni úgymond az egységet. A folyami átkelés, a harc, illetve a gyors mozgás, amikor teherautókra pakolják a gumicsónakokat. Mondjuk ez nem tudom miért sima, nem, ez rohamutász egység, ugye őket használta Guderian például a gyors átkelésre. Ugye igazából nem kapott engedélyt a Guderian arra, hogy a páncélosaival gyorsan átkeljen, hanem igazából önhatalmulag adott parancsot, ha jól emlékszem. Pontosabban egy vezérkari értekezleten megkérdezték tőle, hogy ő szerinte hogyan kell egy folyami átkelést levezényelni majd az eljövendő hadjáratokban. Ugye itt a francia nyugati hadjárat előestéjéről beszélünk igazából. És ugye azt mondta Hitlernek, hogy egyből hitfőket kell létesíteni, egyből át kell kelni, nem szabad bevárni a gyalogságot. És ezt is cselekedte tulajdonképpen a hadjáratban, és ezért is volt az, hogy nagyon gyorsan teljes stratégiai meglepetést tudtak okozni, mert nem várták meg, míg felfejlődik ugye a saját gyalogság se, és ugye ennek köszönhetően az ellenséges gyalogság se tudott felkészülni arra, hogy ilyen gyorsan átkelnek a páncélosok. Na, jó, ezt elküldjük az ellenséges hajók ellen, ezt az egységet, meg szerintem ezt is. Megpróbálok vadászokat küldeni utánuk, de az a baj, hogy a lengyel légierő aktivizálta magát, tehát nekem is be kell avatkoznom. Először felderítőket küld. Ennyit ért a stuka. Itt a messzere a csatara repülő többet ér. Úgy látszik. Vagy lehet, hogy csak az, hogy jó volt a kálcázva ezek a páncélosok itt, és... azért az masszív erő. Na hát ezzel kell megküzdeni, így a hadjárat első részében meglátjuk, hogy sikerül-e. Jó, viszont itt meg elbasztam az egészet, mert azt mondtam, hogy... most egy újfajta taktikát próbálok meg. Csak egyetlen ezredet, vagy egyetlen hadosztályt küldök itt ezen az úton Poznán felé. Itt meg azt fogom, hogy az utászokat megtámogatom egy kicsit. Ez csak felderítő repülés volt. Pilot Badge. Na itt kéne, ide kéne az a nehéz páncélvadász, hol van? Ó, nem van délen a faszba. Amire oda elér, nem is kell. Foglaljunk reptereket. Stratégiailag. De ez egy alapvető hiba, akár most ez csak egy ilyen játék, de egy ilyen folyami átkelőt nem védeni, ez... jó, hát lehet, hogy nem is volt rá kapacitása a lengyel honi hadseregnek, meg a lengyel légierőnek nem is volt erre lehetősége, hogy mondjuk védje ezeket a pozíciókat. Mondjuk én teljesen megértem, mert eleve hamar, vagy hát hamar, tehát... gyorsan érte őket a támadás. És váratlanul. Bizonyos front szakaszokon, mert ugye alapvetően minden nemzet létrehozza az
Az SS-t azt előre küldöm, mind a szarra, halálra ítéltek. Tehát minden nemzet ugye kialakítja, ó, ez undózom, a saját védelmi terveit akkor is, hogyha nincsen háborús konfliktus előjelek. Most ezt megint igen csúnyán mondtam, de remélem érthető volt, tehát ugye egy alapvető védelmi tervnek minden ország tervel, minden országnak rendelkeznie kell. Hát akkor is, hogyha nincsen a levegőbe hadüzenet, vagy ilyesmi. Na most, hogyha belegondoltuk, azért Lengyelország itt eleve vert helyzetben volt, tehát ez a koridor, ez tartatatlan, ezt már akkor tudták, amikor létrejött. És ugye itt ez a ezt a tengelyt próbálták megvédeni így. Tehát igazából egy önmagukat harapófogóként használták fel. De ugye pont ez volt a gyengéje is, hogy a harapófogó két szárát roppantották össze a németek. És középen meg egy olyan csapást mértek. Olyan erejű csapást mértek ugye erre a középső szakaszra, amit ugye már nem tudtak elviselni. És igazából a Blitzkriegnek ugye mindig is az lesz a lényege, mert a Blitzkrieg az egy mai napig aktív hadászati elv, ugye, hogy mobilitás, tűzerő és a katlanok képzése. Tehát igazából a gyorsan mozgó egységek azok pillanatok alatt kivívják a győzelmet. Igazából. Itt ugye mindig az a kérdés, hogy a katlanba zárt egységeknek a sorsa mi lesz. Tehát, hogy mennyire gyorsan tudja felszámolni. Mennyire gyorsan tudja felszámolni a úgymond a lassabb erő. Izrael használta nagyon jól a Blitzkrieget, ha jól emlékszem, a hatnapos háborúban. Bár az is egy úgymond elszigetelt esetként is felfogható. Bár tényleg nagyon ugye eltörnyéseket vetettek be, meg stb. Hol van itt az ellenség? Ez az első hadtest. Én már nagyon szétszakítottam, tehát az első hadtestből az utászok már itt hédrelnek keleten, míg az a hadtest többi része az meg nem is tudom mit csinál, tehát jó, átléptük a határt, az már egy fontos állomás. Lassan menj előre az aglóba, lassan. Megpróbálok tényleg lassan haladni. Erre a páncélosra úgy kéne vigyáznom, mint a szemem fényére, de hát hogyan? Jó, ez, ez de jó volt. Ja, az a páncélosra inkább ezt az egységet kellett volna támadni, de most már üssek ő. Hoppá! Abba beleszaladtunk rendesen. Annyi baj legyen, majd a hadtest parancsnokság. Hát ezt nagyon félve kell most már alkalmazni. Főleg akkor ezen a nehézsége. Ez nem jó, elnyomtam, bocsánat. Mert ugye itt akkor elég könnyen elvesztetjük a parancsnoki egységeket, és bizony jól tudnak jönni. Főleg akkor, hogyha vannak ellenséges partizánok, vagy hasonlók, mert most mondanom se kell, hogy miért fontos. Tehát az ellenséges partizán egységeket. Na most nézzük meg. Megpróbálom azt, hogy majd ezt a szanitécet valami olyan egység mellé, gyalogos egység mellé fogom vinni, aki veszteséget szenvedett, hogy mi fog történni. Nem tudom. Hát jó, mozgassuk ide. Tábori csendőrt azt szeretem a front mögött tartani, mert van egy bizonyos alapharcértéke, amit jó kihasználni.
Fortnite, meg sehol Sámli. Hát így sajnálom, hogy nem küldtem előbb fel vadászokat ide. Ó, basz, le kellett volna merülni. Szerintem ennek a tengeralattjának ma most keresztet vethetek. Ja, és... Tudok venni... Közben fellöktem a vizes üvegemet. Tudok venni két egységet. Még egészen addig nem akarok venni, amíg nem látom azt, hogy hol ütközök a legnagyobb ellenállásba ebben a hadjáratban, mert addig szerintem felesleges. Ezt a hajót elmozgatjuk, hát kikerül a tüzérség hatóköréből. Ja, itt még vannak egységek. Na ugye itt vannak ezek a dipó alakulatok, vagy hát transport alakulatok. Most nézzétek meg, hogyha ide mozgatjuk, mondjuk ennek, ez pont fel van töltve. Ez is. Jó, majd mindjárt kiderül, hogy ez pontosan hogy működik. Hát vagy nem derül ki, mert nem fogok rájönni. Megvárom, míg esetleg valaki játszik majd ezzel a móddal. Akkor adjunk biciklit. Az csak 3-at, 5-öt tud, 4-et. Adunk nekik biciklit, hát persze. Kerékpírt. Kerékpáros zászlóajat csináltunk belőle, vagy hadosztályt. Ez is hülyeség, mert igazából nincs olyan játék, ami teljesen le tudná modellezni a Wehrmachtot. Tehát ez azért már közel áll hozzá ez a mod, de azért még messze van a... Meg a teljes modellezés az már tényleg az a szint, hogy nem biztos, hogy a játék élmény javít, vagy emelésére szolgál. Ez pont az a szint, még nem is túl bonyolult, de nem is túl egyszerű. Szerintem. Ez pont ez a kellő szint egy ilyen hardcore-abb stratégiai játéknak. Mert már tényleg vannak azok a szintek, ami... Ugye én annak idején most nem felvágásképpen, de az Empire-ben megcsináltam azt, hogy megpróbáltam a Total War Empire-ben, hogy megpróbáltam valós, hát nem általam a régi hadsereg szervezési szintek szerint ugye létrehozni hadseregeket, hadtesteket, rendesen megvolt, hogy hol állomásoznak. De tényleg eléggé részletes formában próbáltam meg. Erre felejtsem, amit mondani akartam. Nézzétek meg, hogy a 88-ost már 3 állásba lehet beállítani. És a 88-ossal lehet tüzérségként bánni. Ezt írták, hogy ez egy nagyon OP lett így a 88-os a játékban. De viszont olyan kevés a számuk, hogy tényleg a stratégiai helyeken bevetve őket. És ha belegondoltok, a 88-ast valóban lehetett tüzérségként alkalmazni. Csak hát ugye megfelelő gránát kellett hozzá. Most nem hiszem, hogy ugye a nagy kezdősebesség miatt végül is, most nem tudom, repesz romboló gránát, hogy hogyan voltak pontosan a gránátjai. De miért ne lehetett volna, lehetett tüzérségként használni. A kérdés, hogy mennyire volt hatásosabb mondjuk egy 88-as tüzérségként, mint mondjuk a 105-ös. Hát eleve a 105-ös ugye nagyobb űrméret. De itt azért ki lehet használni, hogy mondjuk egy sík terepen, nézzétek meg, tehát igazából elképzelhető, hogy mondjuk ez a két hexa, most itt léptékelni kéne, hogy ez mekkora távolság lehet. Ugye sokan azt mondják, hogy itt azért két hexát átlőni, hát akkor az mondjuk, várjatok, oda szokták írni, hogy mennyi a hatótávolság a bizonyos egységeknek. Mindjárt nézzük. Nem mindegyiknek írják oda, de ott van, látjátok. Tehát például ez a 105 mm-es tarack, ez 10 km-nél nagyobb hatótávolsággal rendelkezett, lőtávolsággal. Már 19.000 méterekről beszélünk. Jó, a flakokhoz pont nem írták oda, de hát gondolhatjátok, hogy az ilyen nagy kezdősebességű, meg hosszú csővel rendelkező ágyuk, ezek még messzebbre tudták kilőni a
a lövedéket, úgyhogy hogyha mondjuk egy, ez a 105 mm-es hosszú csövű ágyú, ez 19.000 méterig volt hatásos, akkor gondolhatjátok, hogy a 88-as az meddig volt hatásos. Tehát például itt van ez tarack, de ez is hosszú csövű tarack. Ugye gondolom itt ez ágyú, tehát ez gondolom vontcsövű, vagy nem tudom. Ennyire nem értek hozzá, hogy... Ja, mert ez 150-es, nehezebb a gránát, persze. Ez is akkor nehéz tarack. És ugye ez 13.000 méterig. És van a rövidcsövű tarack. 13-as, ez is nehéz tarack, és 8600 méterig. És például itt van ez a 150 mm-es 33-as gyalogsági ágyú. Mondjuk ezt nem tudom, hogy mi a különbség e között, meg e között. Talán valami itt nem tudom, hogy miért, ez miért 8600-at tud lőni. Ez meg csak 4700, ez biztos valami, mert a gyalogsági ágyú az tulajdonképpen ugye ez. Ezt nagyon kevesen elfelejtik, hogy a németeknél a gyalogsági ágyú az milyen fontos szerepet játszott, a könnyű gyalogsági ágyú. Ez a tábori 75 mm-es lövegekkel. Úristen, ezt nem is láttam még. Sítalpakkal felszerelt ágyú. Ugye hóba ez rendkívül gyorsan tud mozogni. Nem is tudom melyik modban volt, azt hiszem a Battlefield modban volt nagyon jól megoldva. Na és itt van, amiről beszéltem, hogy lehet külön venni olyan egységet, ez az, amit én nem értek, mert szerintem ez azért hülyeség, mert a hadosztályok azok rendelkeztek aknavetőkkel, tehát az egy integráns része volt, tehát a század szintű, vagy esetleg zászlóaj szintű volt az aknavetős rész. Megállt a stream vajon? Vagy megint a tabletem szarakodik. Ezt úgy bírom egyébként, hogy eldobálja a streamet és nincs visszajelzése. Beszerzek egy másik monitort, mert ez már kezd egy kicsit az idegeimre menni, hogy nincsen normális visszajelzés, csatoló felületem, amivel tudnám követni, hogy éppen ki, meg hogy hogyan fut a stream. És így dobálja el, de tényleg így random, ez megint olyan dolog, hogy nem tudok vele mit kezdeni, na. De megint sokat pofázok. Játszani kéne. Bombázzuk meg azt a várost, baj nem lehet. Jó. Ellenséges légierő tekintetében még nem fette fel magát teljesen az ellenség, szerintem. Stukákkal gyalázzuk meg az ellenséges lovasságot. Csatarepülőkkel, az ellenséges gyalogságnak még egy karcolás se tudtunk okozni. Ez nem úgy jött össze, hogy szerettem volna. Ezt a felderítő egységet most hanyagoljuk, mert kicsit lassítunk a légierő bevetésén. Megpróbáljuk tényleg ezt a lejjező formátumot tartani. Vagyis minél szélesebb vonalat húzni a Luftwaffe-val az ellenséges front fölött, hogy ha véletlenül a lengyel légierő úgymond szabad vadászatra kapna parancsot, akkor beleütközzenek. Szóval hogy ez mennyire fog összejönni, ez kérdés. No,
Hadlám. Az ellenséges felderítőket nagyjából letöröltük az égből. Az első hullámot. Aztán, hogy ez mennyire lesz kifizetődő, az szintén nagy kérdés. Ott egy stukka. Pont nem ezt a stukát akartam oda küldeni, de most már ez van. Innen el is húzott, úgy látom. Ott van az ellenséges légierő. Egy fighter, még egy fighter. Ez Recon, ez meg TAC Bomber. Nem védi, ez... Hát igen, itt mondjuk ez a mód alapbeállításán is múlik. Én kapásból úgy, ezt úgy... Vagy hát lehet, hogy tényleg így volt, hogy a lengyel légierő nem figyelte erre, hogy saját repterei vonzás körzetébe már vadászvédelemmel lássa el. Mondjuk ezt azért kicsit furának tartanám, de most ez van. Ez egy fikció igazából, ugye ezt... Én mondjuk nagyon bele tudom élni magam a játékokba, tehát az a baj, sokszor baj is. Főleg FPS-ekbe szoktam nagyon beleélni magamat. Tarkovnál ez eléggé furcsa helyzeteket szokott eredményezni régebben. Nem tudom, hogy van-e értelme megtámadni. Egyelőre lőjük, aztán meglátjuk. Rohamutászokat kapásba elküldjük oda. Itt már szét is fog esni a hadtest tervezésem, mert... vagyis az együtt mozgatásom, mert... Nem, az alakulati elvények nem szimbolizálják teljesen, és egy idő után megpróbálom azt, hogy nagyjából együtt mozogjanak. Ha össze is keverednek, mert játékmechanikailag nincs hatása ennek, tehát mondom, annyira azért nem nagy érvágás, hogyha véletlenül egy-két hadtest összekeveredik. De... Hát ezt pakoljuk itt. Itt ez ugye 14. hadtest. Ez is. Ez egy páncélos hadtest akar lenni. Eléggé távol vannak a fronttól. Na most itt van az, amit nem tudok, hogy változik ilyenkor a módosítója ennek. Nézzük csak. Ilyenkor, hogyha... Ilyenkor milyen egységként funkcionál vajon? Hogyha switchelem, akkor változik valami? Ja, itt van. Na, nézzük csak. Tehát elvileg szerintem ez a harci formáció. 5 a gyalogság, 3... 8... Igen. És hogyha átállítom erre... Igen, akkor van átkelő formációba, és... Ilyenkor hidat képez? Próbáljuk ki. De nem képez hidat, hát nem tudok át... Vagy hagyni kell egy körig? Nem tudom. Ez egy kicsit hülyén van, mert... Azt értem, hogy... Hogy ez nem harci formáció, hanem... Átkelő formáció, csak akkor nem értem, hogy... Na jó, mindegy. Ezt majd valahogy megpróbáljuk megfejteni még. Jó, azért a csendőrökkel se szaladjunk annyira előre. Tábori csendőrség. In the house. Nagyon lassú a játékmenet, de ez mondjuk... Nem tudom, engem néha zavar egyébként. Nagyon... türelmetlen szoktam lenni. De most talán ki tudom húzni. Addig, hogy...
ez a felderi egység, ez kár, hogy itt maradt. Na mindegy. Na kivel nem léptem? Ó, még délen sem mozogtam. Tábori kórházat egyelőre hagyjuk. Parancsnokságokat hagyjuk. Ezt a csendőr egységet kéne... Hát egyelőre hagyjuk ezt is. Na akkor először menjünk, vagy először? Menjünk vissza délre. Itt úgy látom, hogy elkotródott a páncélvonat innen. Vagy megsemmisült, nem is emlékszem. Foglaljunk, amit tudunk. Ja, a hegyi vadászokat kellene előre mozgatni. Sajnos nincsen semmilyen járművük. Lehet, hogy hülye voltam, hogy kimozdítottam őket, mert lehet, hogy valami mobilisabb felkészítést kellett volna nekik adni így a hadjárat elején. Bár... kiderül majd, hogy mennyire lesz ez kérdéses, vagy hát... és megint gyönyörű szépen fogalmaztam. Igen, erről beszéltem, hogy ki is fagytam. És ilyenkor megy a levesbe az egész. Ez meg a YouTube-nak a fassága, látjátok? Ezért nincs értelme YouTube-ra streamelni. Mert... ezzel nem tudsz változtatni. Tehát egyszer bekapod ezt, és onnantól pirosba vagy. És elkezdi eldobni a streamet teljesen. És már el is dobálja. Na jó. Mindegy, még egyszer ráindítunk, mert kifagyott. És ugye, hát kurva nagy probléma van. Az a probléma, hogy a kör elején ment. Tehát, most kezdhetem előről az egész kört. Ja, jó. Várjatok, megnézzük még egyszer. Kifagy. Ja. Ezt mondtam, hogy ez ki fog fagyni. És igazából ez az, amit hogyha elfelejtesz előtte menteni, akkor off az egész. De engem még leginkább ez idegesít, amit itt láttok. Tehát ez. És nézzétek meg ezt. És egyszer beadja a YouTube ezt a hibát, na most visszaállt. De már megint, látjátok? És ez az, ami miatt nem tudok normálisan streamelni. Ez, hogy ezt csinálja velem. De nézzétek meg a bitrátát. Hogy ez hogyan ugrál. Egyszerűen nem tudja állandó bitrátán tartani a streamet a net. Csak 5500-re van állítva a bitráta. És egyszerűen nem képes rá. Tehát abszolút nem. Annyit próbálunk meg esetleg, hogy leveszem 5000-re. Mert úgy látom, hogy megint volt, amikor felugrik 7000-re. Jó, mindegy. Ezt tudtam volna, hogy ez itt kifagy. De miért fagy ki? Tehát ezt se értem. Hát múltkor nem fagyott ki. Az a baj, hogyha itt kifagy, akkor ez legalább egy körrel visszavet a mozgásba. És az kurva nagy veszteség itt. És az a baj, hogy pont ennek az utász alakulatnak az lenne a lényege, hogy segítsen előre mozogni. És érdekes módon most nem fagyott ki. Tehát ezt se értem.
Hogy most akkor mi van? Tehát két egységgel támadtam az aknamezőt. Két egységgel támadtam az aknamezőt. És utána támadtam az utászokkal, akkor nem fogyott ki. Jó. De most kezdhetem előre az egész kört. Ú, de jó. Mindegy, akkor nézzük meg még egyszer. De úgy sem fogok még egyszer ugyanúgy lépni, az a baj. Viszont akkor itt már hegyvadászokat kapásból ellátom. Szállító járművekkel. Ilyenkor ugye ez a baj a páncérkorpszal, hogy nem tudom úgy futtatni jelenleg. Nem jöttem rá, hogy hogyan lehet azt. Vagy hülye vagyok az OBS-hez. Majdnem ABS-t mondtam. Tehát jelenleg nem tudom, hogy az hogy működik. Hozzá kell rendelni parancsikont? Vagy hogyan működik ez, hogy tudjál csak játékot felvenni. Tehát, hogy mert azt tudom, az egyértelmű, amikor egy játékot akarsz streamelni, ugye beállítod, hogy játék felvétel, és az OBS ugye felismeri azt, hogy éppen fut egy játék, és annak a képét rakja ugye ki közvetítendő anyagnak. Viszont a Panzerkorpsnál ez nem működik, mert csak akkor veszi, hogyha asztal felvételre van állítva az OBS. Most erről a körről nem beszélnék még egyszer, csak így gyorsan elmozgatom az egységeket, mert már egyszer megtörtént ez. Ugye megkaptam a vasúti ágyút, úgyhogy azt gyorsan mozgassuk. Az előző körben még nem volt, vagy ha nem láttátok. Ja, tehát ja, ez a legnagyobb bajom most, hogy... Amit az OBS csinál a YouTube-on ezzel a nettel, az is katasztrófa, de tényleg ezt nem tudom a Panzerkorpszot máshogy futtatni, mint így. Várjátok akkor. Jó. Mibe különbözhet vajon? Hogyha így átkelésre állítom. Tehát ez nem is gyorsabb. Ez lehet, hogy hiba volt. Na, próbáljuk megoldani még. Felderítőket letakarítjuk az égről. Amennyire lehet. Biztos, hogy egész más lépések fognak most következni. Hát ez van. Hát kicsit most pihentetem a torkomat. Nem tudom, hogy ezt az előző körben hogyan oldottam meg. Az utászokat azért mozgatom előre, mert itt úgyis majd műszaki zár lesz, úgyhogy oda kelleni fognak. És érdekes módon ennél a műszaki zárnál, ezeknél a páncélos elhárító akadályoknál, ezeknél faszán működik az utász egység. Máshol nem. Igazából ez egy katlan, ugye? Majd mindjárt az lesz. Látjátok, itt már a páncélosok előre haladtak. Tulajdonképpen ugye ők az éknek a csúcsa.
És a gyalogság számolja föl ezt a két hátra maradt páncélost, meg a légierő. És a hátrafelé már nem is mozgatok légierőt, tehát... Minden lengyel felderítőt megpróbálok lemosni most a térképről. Ne lássák azt, hogy honnan jövök. Az SS az hadd szaladjon előre. A halálra ítélt légió. Volt a régen a mágusban volt egy olyan, hogy... Nem tudom ki mágusodott régen. Volt egy olyan toronnál, hogy a hold árnyékát vivők. A hatalmasoknak voltak egy ilyen légiói. Ugye őket így félig Rómáról mintázták a mágusban. A mágust azért szerettem ilyen szempontból, mert... hogy is mondjam. Tehát mindenki tudta, hogy éppen miből merített az adott ország vagy frakció. De... mégse volt ilyen szolgaian lemásolva. A valós történelem, mint mondjuk egy Warhammerben, ami miatt én a Warhammert kutyába se veszem igazából. Tehát ez a vámpíroknak országot adni, ez körülbelül az a szint, mint az Abraham Lincoln, a vámpírvadász. Én ilyen komolytalan dolgokkal én nem, tehát ilyen mesékkel én nem foglalkozok. Ha fantasyt akar írni valaki, akkor írjon fantasyt, de ne ilyen szánalmas hülyeségeket találjon ki. Ez csak megint csak az én hozzáállásom, hozzáteszem, akinek nincs ez a problémája, az nyugodtan. Tehát az nyugodtan nézi, csak engem legyen szíves, kíméljen meg ezektől a csodálatos dolgoktól. Na, mert azt átállítom egyelőre tüzérségnek. És érdekes módon, nálam így sokszor nem érzékelhető ez a nagy pufferelési hajlam a YouTube videók, vagy hát ennek a YouTube streamnek. Viszont ezért próbálgattam Twitch-en, de ott meg az egy olyan nem tudom, az a felület nekem nem tetszik. Tehát valamiért én nem tudok azzal ezzel a fajta kezelőfelülettel, meg nem tudok vele azonosulni valamiért. Ez megint az én fasságom, de hát akkor is. Lehet, hogy Twitch-el jobban jártam, meg eleve nekem nincs is akkora követő bázisom, hogy érdemes lenne átmenni valójában Twitch-re. Csak legalább egy... Megpróbáltam múltkor beszélni a szolgáltatóval, hogy adjanak egy kicsit nagyobb feltöltést, vagy hát kicsit, legalább dupla ekkorát, és azt mondták, hogy technikai okai vannak, hogy itt nincsen. Mondom, ez nem létezik, tehát... Jó, mégis beletörődtem, hogy ilyen minőségbe kell nyomni. Lehet, hogy... Sőt, biztos, hogy észszerűbb lenne a régi doktrinákat? A régi bevált formuláimat követni, miszerint ugye... megint sima videókat kéne feltöltenem, csak... az a baj, hogy amikor már magamba játszok, már nem úgy... Észrevettem magam, hogy megváltoztam, és... nem úgy játszok, mint régen, tehát már nem... Most is tudnék egy órát pofázni így... De így... azt már úgy annyira, de valahogy nem. Nem tudom, ez... szerintem az én... nem tudom, rossz irányba változtam, vagy csak megfertőzött ez a nagy streamelési hullám. Vagy nem is tudom, hogy... tényleg nem tudom, hogy miért, de valahogy már nem tudok úgy videózni. Egy ilyen 20-30 percet még fel tudok venni. Azzal nincs gond, de... jobb ez a stream, itt legalább tudunk beszélgetni egy kicsit, meg mit tudom én. Régen esélytelen lett volna, régen nem is próbálkoztam vele. Most így... hogy van ez az Nvidia-nak már régóta van ez az NVENC chipje, meg főleg, hogy most megvan a 2060 Super, így azért ugye biztosabb vagyok abban, hogy a hardware oldalról nem lesz probléma. Ugye itt
azért is vagyok meglőve, mert tudom, hogy nem hardware oldalról vagyok meglőve, hanem szintén csak a net miatt. És ezért is rémidegesítő az, ami ilyenkor történik. Tehát leszarnám az egészet, hogy... Illúzió romboló tud lenni Magyarországon ez, hogy azt mondják, hogy itt az egyik a legjobb a net, de egy nyugat magyarországi, az osztrák határtól 20 km-re lévő kisvárosnak a faluból lett külvárosában, mondjuk lehet, hogy ez az oka, egyszerűen elérhetetlen egy normális net. És úgy képzeljétek el, hogy szinte és akkor jön ez a T-Home, vagy T-Mobile, vagy nem is tudom milyen neve, és adnak 5 megabites feltöltést, és mit csinálják azzal? És az se stabil, tehát mert leszarnám, erre akartam kiukadni, tehát leszarnám, hogy csak 10 megabites feltöltésem van, mert az elég lenne. Csak hát, baszki. Hát nem stabilak a netek, tehát ez a legnagyobb halál. Egészen addig, hogy... És olyan szinten nem stabil, hogy az jobb is, hogyha nem mondom el, hogy mennyire nem. Tehát látjátok, hogy így ugrál leföl. A 10 és a 0 között. És ez nem T-Home-os net, tehát... A T-Home a szomszédnak az van. És ő szerint a... valamikor abszolút nincs net. De akkor én azon mit csináljak? Tehát akkor még feltölteni se tudnék. Meg itt is az, hogy ugye én 1080-ban fel akarok tölteni egy videót, ne tudjátok meg milyen szenvedés. Az valami... A feltöltés ideje szenvedés. Azt kivárni, míg felkerül egy videó. Rémes. Jézusom, ez lesz, ezt a szarrá verik itt. És elbasztam. Nem mozgattam oda a vadászt. Majd ezt. Akkor először tényleg csináljuk azt, amit először terveztem, hogy a lengyel felderítőket letöröljük. Mert nem mozgattam oda a vadászt éjszakra a hajók védelmére, úgyhogy ezt csatarepülőt fogom oda mozgatni. Most ezzel azt értem el, hogy ez a hidroplán még egy egysége, mert olyan szinten meg fogja gyalázni, hogy ezt ember el nem tudja képzelni. De kapásból felajánlok neki egy hajót, kíváncsi vagyok, hogy rácsap-e. És a tenger alatt járót már nem fogja tudni támadni. Szerencsére. Viszont a rombolómat fogjam, csak megint csak nem akarok, úgyhogy... Ezt a rombolót is elküldöm a francba innen. Addig, amíg az a hidroplánot veszélyezteti felszíni flotta egységeket. Ott aknazár lesz, gondoltam. Meg ott is, igen, jó, mindegy, akkor legalább ezt a tenger alatt járót ügyre tudjuk támadni. Na most... Nézzük meg, hogy hogy áll a stream. Nézzétek meg. Gyenge. Ezt a bitrátát érdemes figyelni. 5500-ra van állítva alapból. Nézzétek meg, 9000, után 1005. Ez a YouTube Gaming most. Nézzétek meg, hogy az eldobott képkockák száma 28%.
28%. Ez rengeteg. Ugye itt azért nem veszitek észre szerintem, hogy ennyi képkockát dob el, ez miatt a net miatt a streamer. Igazából nincs képkocka, tehát állóképet néztek folyamatosan. Nagyon ritkán, ugye nincsenek mozgó dolgok nagyon. A hangomat meg még átviszi. Gyönyörű szakszavakat mondtam most, mi átviszi meg ilyenek, tehát... Órák? Milyen órák? Lehet, hogy én mondtam, de nem emlékszem már. Ilyenkor lyukas az agyam ilyenkor. Jó, nagyjából meg vagyunk. Ez itt mi? Jó, az maradjon ott. Le kell mentenem, mert megint elfelejtem, hogy az utászoknál kifolynak az aknamezők. Akkor rábaszok. Támadjuk. Az előző körben mi volt? Ki tudja mi? Ja, itt volt az ele... Ó, oh, bassz meg. Hát igen, a Pioneer-e Rücknaus, de... Nem lesz így jó ez. De kell a tüzérség. Egyetlen tüzérségi alakulata van, azt se tudom egyszerre bevetni. Hú, ez kár volt, na mindegy. Ezt küldjük fel ezt a légballont. Luftballont. Hát, ha rácsap valami ellenséges légierő, aztán bebételi. Becsapdázza, gyönyörű magyartalansággal kifejezve. Nem tudom, hogy itt egyszerre délnek menjek, vagy... Megpróbáljuk már most ezt a bekerítési manővert. A tüzérség mozgása az... Az rendkívül lassú, úgyhogy... Itt mit is léptem az előbb? Ja, már tudom. Ugye ez a... Én ezért nem töltök vissza, mert sokan csinálják azt, hogy... Amit én abszolút nem vagyok a híve. Tehát az, hogy... Megnézzük, hogy mit lép. Ugye a Panzer Corps ez úgy próbálta kiküszöbölni ezt a visszatöltésből fakadó... Úgymond ilyen cheatet, hogy teljesen random, hogy miket lépnek az AI egységek. Tehát elképzelhető az, hogy ha visszatöltöd ugyanazt az állást, akkor más fog lépni. És ettől ugye van egy kicsit tényleg ez a véletlenszerű, úgymond szerencse faktor a játékban. Na léptem most már mindenkivel, nem akarok még egyszer belefutni ebbe a szarságba. Már bocsánat. Ez majdnem összejött. Jó, akkor basszunk ki vele. Páncéltörőre átállítod, aztán már mehet is. A szex. Megszexeljétük. Szerencsétlent. Mint azt töltjük fel. Remélem az a páncélos nem fogja támadni ezt a tüzérséget, mert akkor... Agyérgörcsöt kapok menten. Jó, nem rossz, nem rossz. Ja, a Luftwaffe, vagy a Lufthansa. Ugye őket addig nem szeretném nagyon mozgatni délfelé, mert úgy vettem észre, hogy ezen a nehézségen a lengyel légierő azért szeret rá csapni a civil gépekre, amikor délfelé mozognak. Főleg itt Poznán légterében.
De azért a csatarepülőket meg a... Ja igen, ja, igazad van László, bocsánat, tényleg azt mond, igen, órák. Azt láttad volna, amikor a... Volt ennek a módnak az előző egyik streamje, Norvégia. És... Maga a stream ugye, amikor streamelsz, ugye a nyers fájl az kapásból kerül föl a YouTube-nak a... Most nem tudom, adatbázisába. És a feldolgozás ideje is eszméletlenül megnőtt a YouTube-on. Én nem tudom, mit csinálnak. Meg tényleg nem tudom, hogy mi folyik jelenleg a YouTube-on, de az, hogy... Tehát... Egyszerűen elképesztő hosszú időt vesz igénybe. Jaj, baszik, mit léptem. Már nem tudok undózni. Tehát... Valami nem tudom hány napig... Csak a 720p volt elérhető a videóból. A 1080p-t egyszerűen nem akarta feldolgozni. És nem akarta elérhetővé tenni, pedig már két napja fenn volt a videó. És ez tényleg a feltöltés ideje, ez olyan, hogy akkor lerendelek mondjuk egy 30 perces 1080p-s videót, egy, mit tudom én, tényleg ilyen, mondjuk egy ROM 2, hát régi dolgokról beszélek, de ugye ilyen 170 mega 1 perc kb. Mert ugye én nem nagyon értek a videó ezekhez a dolgokhoz. De ilyen full amatőr szinten vagyok. Ilyen cuccokkal, meg nem is nagyon szeretem az ilyen vágást, meg ilyenek. Már próbálom kerülni. Ha nagyon vágni kell, akkor ez a full amatőr rég ilyen szar videó vágó programokkal gyorsan be áttűnésezem a vágás, az kész. Én nem érdekel. Nem, én nem vagyok ilyen nagy filmesztétikus. Meg mit tudom én, filmesztéta. Mint az a Magyarországon is egyetlen van, azt hiszem. Az a Rész András vagy kicsoda. És... Hát tényleg az, hogy... Mondom egy... Amikor fel akarod tölteni ezt a 3 gigás videót, akkor meg így... Dur. Oda passza, hogy mit tenni hány óra. És akkor ugye amikor elkezd ugrálni a sávszél, mint itt, mindjárt látjátok, így. Nézzetek meg, hogy mit csinál. Egyszerűen nem tud, az OBS nem tud zöldbe kerülni. Most én ezt őszintén szóval nem értem. Tehát kevés a bitráta. Most megpróbálom azt, hogy leállítom azt, mert hogyha nem állítom le, megadok most megadok 6500-ot. Szerintem most nem is tudom állítani egyébként. Megadok 6500-ot. És nem fogja tudni tartani. Tehát ez... Lehet, hogy itt valami egész más beállítási problémákkal van gond. Esetleg még azt próbálom meg, hogy átállítom 5000-re. Egyszer. És mondjuk... Ja, ezt ugye nem fogom tudni állítani. Tehát lehet, hogy itt kéne állítanom ezen az élesített méretezésen, mondjuk. De... Egyszerűen nézzetek meg! Nem áll be az állandó bitrét. És... Az a szerencse, mondom, hogy nincsenek mozgó képkockák. Tehát... Mert hogyha lennének, akkor olyan kásás, blokkosodásos szutykot látnátok, ami igazán a trash kategóriába menne. De így, hogy mivel a Panzerkorcban nincsenek úgymond mozgások, mert minden szinte egy 2D-s animáció, ezért ez még egy úgymond tűrhető stream. És ez a rohadtság benne, hogy
mindig azokra az időpontokra esik ez a sávszélugrálás, vagy én nem tudom, amikor streamelni akarok, de amikor most én hajnali kettő, akkor hiába streamelek. Tehát viszont amit megmondtam korábban, hogy ezért és mit akartam mondani? Ja, hogy ugye már nem tudok úgy videózni, mint régen. Lehet kicsit mondom, megfertőzött ez a streames szubkultúra, de nem is. Most egyre többet gondolkodok megint azon, hogy lehet, hogy vissza kéne állnom a régi stílusra, viszont ezt a játékot, ezt tényleg végig akarom vinni streamben. Mert ezt végig lehet, mert hiába veszti el a képkockákat, megy. Tehát igazából élvezhető szinten, mert a hangomat gondolom átviszi rendesen. Ja, most kell megsemmisíteni majd azt a repülőgépgyárat. Ja, úgyhogy ilyenek vannak. Na most nem láttam, mi történt. Persze. Ja, ezt mondjuk, ezt borítékoltam már az előbb. Ugye ezt mondtam, hogy... Ugye a páncerkorszban kezdhetsz imádkozni, hogyha féltesz egy egységet. De... Általában az AI mindig oda csap, ahol tényleg a legjobban fáj. Tehát ahol tényleg már érzed, hogy hibás lépést követtél el, mert védtelenül hagytál egységet, vagy hasonló, akkor ott az AI odaver rendesen. Tehát nem fogja megkímélni azt az egységet, csak a két szép szemedért. És általában addig támadja a leggyengébb ponton álló egységedet, amíg meg nem semmisít. Hú, de szerencsé, hogy nem vittem a Lufthansa gépeit oda. Látjátok? Tehát rommá lőtte a páncélost a páncélvonattal, és kapásba ráküldte a vadászbombázóit, vagy a zuhanó bombázóit. Vagy a sima bombázóit, hogy végleg semmisítse meg. Ugyanezt csinálta a hajóval. Tehát hogyha ezt a látjátok, ugyanezt csinálja a hidászokkal. Tehát rommá lőtte a rossz pozícióba lévő hidászt átkelés előtt, vagy hát a híd telepítése előtt, és kapásból küld rá a légierőt. Vagy fordítva csinálja. Ez ugye mindig attól függ, hogy éppen látja, vagy hogyan látja az adott egységet. És látjátok, azt a felderítőt is letörölte az égről. És már küldte volna a páncélos, csak pont gondolom nem látta, hogy ott áll másik egység. Az mondjuk azért konkrét. Ugyanezt csinálja az utászokkal is. Úgyhogy így lehet kiismerni a páncérkorszot. Tehát hogyha erre odafigyelsz, hogy milyen alapmechanikával működ, de tud okosan is, okosabban is tud mozogni. Tehát nem mindig, nem feltétlenül, attól függ, hogy van beállítva ugye az adott csata. Tehát általában azért megpróbálja letörölni a leggyengébb, legsebezhetőbb egységeket, megpróbálja leszedni a térképről az AI. Ugye ez olyan, mint a sakk, hogy lehet sakkot adni, meg mattot adni okosan, tehát most... Tehát el lehet érni, hogy ugye kivonja, vagy hát, na, tehát hogy értéktelenné váljanak a táblán lévő bábuk, idézőjelbe. De... ahhoz azért megfelelő helyre kell állni, ugye. De a legegyszerűbb még mindig az, hogyha... Látjátok, ez nem hintként funkcionál, csak akkor nem értem, mi a szerepe. Tehát ennek.
Itt egyes felderítés híd. Tízes lé... Nem tudom elképzelni, hogy ennek a stance-nek, úgymond, ennek az állásnak, ennek, ez miért jobb, mint hogyha így lenne rajta. Tehát, ez... Mert ugye nem tud átkelni senki. Tehát ez miért funkcionál hídként? Csak egy hangulati elem lenne? Nem tudom, de minden esetre... Mondom, ezt a részét nem értem. Jó, hát most bele nyúltunk a lecsóba rendesen. Vonuljunk vissza. Na nézzük meg most mit csinál az OBS. Na látjátok? Most zöld. Érdekes ám. Mennyi képkocka emeltett a levesbe, mi? Látjátok, ezt mondtam. Tehát most... Pedig nem állítottam sok mindent, ha belegondoltok, mert... Mit csináltam? Mit állítottam? 5500-ról levittem 5000-re a bitrétet. Lehet, hogy a bitráta beállításom egész eddig szar volt. De nem, nézzétek meg, hogy most is ugrál. Tehát... Jó, hát közben azért így akkor beállítgatjuk a tatár bitrétet, bitrátát, mert ez hú, tényleg rohadtul idegesítő ám, amikor emlékszem nem is olyan régen volt egy olyan stream, hogy basszus semmi gondja nem volt, tényleg. És akkor meg hirtelen jön egy ilyen, hogy off. És akkor napokig. Jó. Hol tartottam? Ja, ott, hogy... Aha. Éjszakra vadászt kell küldeni, sürgősen. Hogy lehet még 11-es az az új volt? Nesze neked! Utána kell járnom még egy-két dolognak. Ami azt illeti ezzel a móddal kapcsolatban. Piszkosul nehéz, és olyan dolgok vannak kialakítva benne, amiket nem feltétlenül lehet szerintem elsőre megérteni. De ugye alapkoncepciójában a játék ugyanaz maradt. Csak ugye vannak ezek az új elemek, amiket fel kell tudni dolgozni. Na végre van repterem itt a közelbe. Itt is amit művel, baszki.
az Alikon az beszopta elég rendesen. Azt kell, hogy mondjam. Ez a kerékpáros, amit fogok tenni, azt nem tudom. Ugye itt nagyon kell figyelni, hogy mindig legyen hely az adott egységnek. Tényleg mindig legyen hely visszavonulni, mert ha nincs... Ez az egység, ez most halálra ítélt konkrétan. Ha pirosra lövik, és úgymond pirosra lövik, idézőjelbe, és utána megtámadja egy akármilyen egység, akkor annak vége, nem tud hova visszavonulni, és off. Ezt a légierőt kéne most elfogni. Oda hogyan küldjek légelhárító tüzérséget, az a kérdés. Ja, ott pont van egy. Nem is rossz. Jó, tehát egy gyalogságot küldünk csak oda. A többivel megpróbálunk valahogy itt. Jó, eddig nem rossz. Viszont, hogy ne szakítsuk szét teljesen ezt a hadtestet, ezt a gyalogságot viszont. Hát, milyen jó, hogy nem küldtem oda a Lufthansa-t. Azt hiszem, hogy tartok majd egy kis szünetet, akkor le is lövöm a streamet, és innen fogom folytatni. Itt volt még valami nagy... Aha, ezt az egységet megpróbálta ízeire szedni. Amúgy egyébként sikerült is neki, de most a saját lovasságommal megpróbálom visszaverni ezt a rohamot. Sikerült is. Az utászok befejezik. Az a baj, hogy a lovasság az egy nagyon erős egység. Tehát, hogyha a lovassággal támad valaki, az... Piszok durva. Magyarul megmondva. És egyelőre egy defenzív állásba helyezkedünk. Ezt a hidász egységet megpróbáljuk Csalinak használni. Ó, látom, ott van egy... stratégiai bombázóm. Igazából nem sok mindent ér. Vissza is visszük őket. El ne felejtsem, hogy az utászokkal nem szabad. Muszáj mentenem, mert itt sajnos ebben a kampányban kifagy, ha az utászokkal aknamezőket próbálok meg felszedni. Gyönyörű szépen megmondtam ezt is. Ugye meg páncéltörő kéne, de... Hát, megpróbáljuk így. Jawohl, Herr Kommandant. És már pufferelünk, nézzük. Ja, látjátok, el is tűnt a sávszél, tehát erről beszéltem. Tehát itt nincs értelme tovább folytatni, mert ez csak vergődés, látjátok? Hiba, folyamatosan a hibák. Megpróbálom egy másik beállítással megoldani ezt. Elnézést kérek, ez egy ilyen stream lett megint. Megpróbáltam elnyújtani, itt legalább nem állította le magától. A kész videót majd nézzétek meg. Én ezt itt lementem, és délután megpróbálunk visszajönni, és itt fogjuk folytatni. Egyelőre köszönöm szépen a figyelmeteket, ne haragudjatok meg még egyszer. Ez... Nem tudok, egyszerűen próbálkozok, de... Ez van. Megpróbálom visszahozni valahogy, vagy nem tudom, megpróbálok több beállítást, megpróbálok egy-két nem nyilvános streamet lefolytatni, aztán megnézem, hogy még elképzelhető, hogy akkor visszaveszek 20p-re esetleg. Nem tudom, hogy az úgy mennyire jó lenne, mert
tulajdonképpen ennél a játéknál a 20p meg a vagy a 720p meg a 1080p között hát van egy kis különbség, nem tudom ki mind néz. Mert ugye az csak teljes képernyőn érezteti nagyon a hatását a 1080p, de meg, még egyszer mondom, megpróbáljuk. Na, akkor egyelőre ennyi, egy olyan, egy óra körül megpróbálok visszajönni, addig megnézem, hogy tényleg hogy állunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!